egészen más szemszögből nézem én magát a darabot, tehát nem tudom csak nézőként nézni, mert valamilyen szinten azért közel áll hozzám, tehát hogy azért én is megjártam ezt a világot, és még javában benne vagyok. Nagyon kíváncsi voltam, hogy ezt a világot hogyan viszik színpadra, és azt kell, hogy mondjam, hogy voltak benne igazságok, tehát hogy abszolút egyetértek azzal, hogy nagyon hamar fel lehet kerülni, és nagyon hamar feledésbe merülhet az ember, hogyha nem ügyel erre. Úgy érzem, hogy egy-két szerep nagyon betalált, nagyon megvoltak a karakterek, nagyon tetszettek a főszerepek, és úgy érzem, hogy olyan hatalmas táncok azért nem voltak, inkább a vége fele, de úgy érzem, hogy mégis azért egy kerek egész lett a végére, tehát azért megvolt az eleje, megvolt a vége, volt benne egy kis drámaiság is, és hát az képest, hogy tényleg jócskán fedeztetünk fel olyan arcokat, akik hasonlóan tehetségkutatóból kerültek ki. Itt most meg csillogtathatták a színészi tehetségüket is, és úgy érzem, hogy azért itt voltak jó pillanatok, amik tök jól sikerültek, én nem vártam volna. A darab mondani valója már önmagában megér egy próbát, és érdemes megnézni. Sokan kérdezték, hogy érdemes annak megnézni, aki most jelentkezik egy tehetségkutató műsorba. Én azt hiszem, hogy mindenképpen, mert egy kicsikét azért bepillantás nyerhet abba, hogy azért mégse a műsor után a nagy hírnév kíséri végig az embert élete végéig, hanem azért kemények meg kell dolgozni.